látjátok, hogy Isten anyagi ellátása sokkal egyszerűbb, mint azt gondolnánk. Mennyit görcsöltünk? Uram, adj nekünk pénzt, hát már éhezünk, miből fogjuk kifizetni a számlainkat? Sokáig éltünk így, hosszú éveken keresztül. És egyszer csak jött egy kijelentés a mennyből, Ézsaiás 53:4, ami Jézusról szóló ige, hogy őt a betegségeinkért kínoszták, gyötörték, és minden fájdalmunkat elhordozta. És tudjátok, hogy angolul kellett elolvasnom ezt az igét, és az a szó, hogy fájdalom, ott az angolban, az a szó, hogy sorrow, nem tudom, ki tud itt angolul, sorrow, sorrowful. A sorrow fájdalmat is jelent, de szomorúságot is jelent, és gyászt is jelent. És abban a pillanatban hallottam az Úr hangját, és azt mondta, ami neked szomorúságot okoz. Mi az, ami neked szomorúságot okoz? A szegénység például szomorúságot okoz, igaz? Ha van egy betegség vagy fájdalom, az szomorúságot okoz. Ha vannak kapcsolati nehézségek, házasság megromlott, az szomorúságot okoz, nem igaz? Gyerekekkel kapcsolatban nem úgy mennek a dolgok. Szomorúságot okoz. Tudjátok, mit mondott az ige? Minden, ami neked szomorúságot okoz, Jézus azért meghalt. Jézus azt levitte a sírba magával. Abban a pillanatban, hogy ezt kijelentésben megkapod. Mert lehet, hogy most hallod az én szavaimat, és azt mondod, hát oké, ez jól hangzik, de kérd a kijelentés szellemét, hogy adja meg neked azt a kijelentést, hogy ezt tud, és tud, és tud, hogy az már nincs többé. Abban a pillanatban én láttam egy olyan képet, nem is tudom, mire illusztráljam nektek, de azt láttam, tegyük fel, hogy ha azt mondanám, hogy ez a szegénység, azt láttam, hogy ott van egy hatalmas nagy sír, Jézus lemegy abban a sírba az én szegénységet együtt, és ott van Jézus, keresztről oda ment, lent van a sírba. És ki az, aki feltámad onnan? Jézus feltámad a sírból, és mi van az én szegénységemmel? Ott marad a sírban. A te szegénységed, a te betegséged, a te kapcsolati problémáid, a te nehézségeid ott maradt a sírban le. Jézus feltámadt, és azt mondja az ige, hogy ahogy befogadtad a szívedbe őt, te vele együtt feltámadtál. És az a probléma a te életedben itt és most nincs többé. Az, amit látsz a szemeiddel, az hazugság. Az nem igaz. Az igazság az, hogy az lent maradt a sírban, te feltámadtál Jézus Krisztussal együtt, és szabad vagy. Ez az igazság. Jézus Krisztus az egyetlen út, az egyetlen igazság, az egyetlen élet. Amen. És az igazság az, hogy te szabad vagy, és ha elkezded megérteni, hogy én nem lehetek többé szegény. Hát nekem a szegénységem lent van a sírban. Mert minden, ami szomorúságot okozott nekem, az lement a sírba. Ezért én csak is az ő gazdagságát örököltem. Azt mondod, na és változtak a körülmények? Nem, először még nem. De azt mondtam, én ezt elhiszem, hogy ez már nincs ott, ez már megváltozott. És mivel elhittem úgy, mint valóságot, hogy én igenis Jézus Krisztus gazdagságát örököltem egyedül, a körülményeim elkezdtek afelé változni. Abba az irányba. Ez nem azt jelenti, hogy olyan szintű bővölködésben élünk még, meg ki tudja, hogy mi lesz, és mindent elfogadunk, ami az Úrtól jön, hogy most mi tékozolnánk, pazarolnánk bármit, és nem erről van szó. De Jézus azt ígérte, hogy amire szükségünk van, ő betölti a mi szükségeinket. Dicsőségesen Krisztus Jézusban. Amen?
és annyira szükségünk van őt, az tényleg betölti. És amikor jön egy betegség, támadja a te testedet, lásd magad előtt, hogy azért a betegségért Jézus meg lett feszítve a kereszten. Ő levitte már azt a sírba. Az én betegségem az egy tünet, ami próbál engem támadni, de ez nem az igazság. Amen? Nekem volt egy... Akkor kapcsolatban, amit mondtad, hogy ez volt levitte, az én életemben is volt egy nagy anyagi próbatétel, vagy hogy mondjam, szóval devizsvállás után voltam meg devizahitel, 3 millió forint mínuszom volt, és az Úr azt tette a szívembe, hogy hát mindig kértem, hogy segítsen, meg hozzon ki minket a nehézségből, és azt tette, hogy ezért most levelem ott van a kereszten. És én ezt tudtam, hogy a bűneim adós levele ott van, de egyszerűen azt tette az Úr a szívembe, hogy a fizikai forint adósságomnak a levele is ott van a kereszten, és le van rendelt. És egy tényleg egy ilyen hitelt, egy ilyen bizonyosságot adott is a szívemben, és egyszerűen csak elkezdtem hinni benne, és elkezdtem megvallani, és úgy, hogy te is mondod, nem jött rögtön a változás, de annyira ott volt ez a bizonyosság a szívemben, és Isten megadta. És egyszerűen csodál, természet, igen, elkezdődött, és egy nagy csodával valóságosan Isten megadta ezt. Nagyon jó, hogy mondtad ezt az adós levelet, ugyanis most emlékeztettél arra, hogy amit én is megtettem, mert tudjátok, van a profétikus cselekedetekben van valami olyan erő, hogyha azt megteszed, azt, amit Isten mutat, és fizikailag megteszed, akkor látod a te szemed előtt. Nem azért kell elsősorban megtenni, mert akkor majd valami olyan dolog történik, hogy csiribi csiribabu, mert nem ez történik, hanem te, mivel látod, ezért jobban el tudod hinni. Tudjátok, mit csináltam? Most tegyük föl, hogy van egy papírdarab. Tegyük föl, hogy ez egy papírdarab, jó? Mert most mit csinálom papírdarab? Valamikor nagyon fontos. Tegyük föl, hogy ez egy papírdarab. Azt csináltam, hogy elkezdtem ráírni a rossz dolgokat, amiket Jézus már levitt a sírba. Ami nekem nem kell. És az lehet szegénység, lehet fájdalom, lehet kapcsolati probléma, kinek mi. Jó? Tehát te ezt úgy is tudod, hogy a te életedben ez mi. És ráírtam arra a papírdarabra, és fogtam, oda mentem egy fához, késsel a kezemben, csak óvatosan, és fogtam, és azt mondtam, hogy ez oda lett szögezve, és én oda szögeztem arra a fára, és láttam, hogy az ott függ. És azt mondtam, hogy de Jézus vére ezekért kifolyt. És ha ez már lent van a sírban, és nincs ott többé, akkor ez az adós levél, mert valakinek lehet, hogy milliós kételű adóssága van. Sokak vannak. Ez az adós levél, nincs többé. És fogtam, és letéptem onnan arra a később, és fogtam, és elégettem, kijött. Ezt is mondjátok, tetszett, mert valaki felgyújtsalázott. És ahogy ezt megtettem, és a szemem előtt ez elégett, még inkább el tudtam azt mondani, hogy ez nincs többé. Nekünk milliós tételű adósságaink voltak, amit az Úr egyetlen pillanat alatt kifizetett. Igen, ez a hit csodája. Tehát amit látsz, azt mondja az ige, mit mond a zsidó levél, zsidó 11.1, hogy mi a hit? Hogyan tudsz meggyőződni valamiről, amit nem látsz? Igazából úgy, hogy látod, csak nem a fizikai szemeiddel. Elmondom, hogy miért, vagy hogy honnan veszem ezt. Azt mondja a Márk, hogy azt mondod annak a hegynek, hogy ugorjon a tengerbe, és ha a szívedben nem kételkedsz, hanem elhitted azt, hogy az beleugrik a tengerbe az a hegy, akkor ez megtörténik. Mi történik akkor, amikor te beszélsz egy hegyhez? Látod magad előtt azt a hegyet, ugye? Belül, a fantáziában, a képzeletedben, el tudod képzelni, ugye? Le se kell csukni a szemedet ahhoz, hogy tudd, hogy mi az a hegyed, ugye? Mert a problémáidról pontosan tudod, hogy mi a problémád. Pontosan tudod, mivel küzdesz. Pontosan tudod, mi a nehézséged. Látod magad előtt. És te, ha látod magad előtt, akkor mégiscsak látod.
Csak nem fizikai szemmel látod, hanem belül, ugye? És mivel látod, ezért ki tudod mondani, tudsz hozzá beszélni. Azt tudod mondani annak a hegynek, akinek a szegénység, akinek a betegség, akinek a kapcsolati probléma, akinek bármi. Azt mondod annak a hegynek, hogy Jézus nevében ugorj a tengerbe. De tovább jön, mert azt is mondja, hogy aki a szívében nem kételkedik. Tehát neked látnod kell, hogy az a hegy, lábakat növeztek, fölállt, elindult és ups, beleugrott a tengerbe. Na most jelképesen mi hegyről beszélünk, de itt most a te problémád a lényeg, oké? Neked látnod kell, és ezért vannak ezek a profétikus jelek, vagy olyan dolgok, amiket így megteszünk, mert segít nekünk abban, hogy lássuk a saját szemeinkkel. Amikor én láttam azt, hogy a mi adós levelünk, a szemem láttára elégett és szénné vált, és azt meg elvitte a szél, abban a pillanatban tudtam, hogy nekünk nincs több adósságunk. Mert láttam, hogy az eltűnt, az elment. És Isten, ami gondviselünk, aki természet fölött ilyen gondoskodik az ő gyermekeiről. És ha hiszed, ha nem, de abban a pillanatban, hogy ezt igazán elhiszed, akkor az elkezd, azt mondja az ige, hogy minden elkezd összedolgozni a javára annak, aki Istent szereti. Aki magát szereti, annak nem dolgoznak össze a javárat gondolni. Tehát aki az ego, az önző vágyait akarja teljesíteni, és úgy gondolja, hogy hát majd Isten engem mindenben segít, hogy megvegyem magamnak azt az Xbox játékot, mert már annyira vágyom, nem csak példa. És közben meg Isten látja, hogy mennyi időt fog az tőled elvenni feleslegesen. És arra neked nincs szükséged, de te minden áron akarod, csak megvallod, és megvallod hitáltal, ez az Xbox játék az enyém. Most csak példát mondtam, jól mondtam minden más is. És nem biztos, hogy összejön. És akkor azt mondod, hogy Isten nem adta meg. De akkor kérdem én, hogy az Úr jelentette ki neked, hogy azt kérd el? Jó, ma most kezdünk belemenni egyre mélyebben a dolgokba. Itt most én szerintem álljunk meg. Van kérdés esetleg valakinek? Mert én tudok beszélni még holnap reggelig is. Egyébként szeretnék, hogy imádkoztanak. Jó. Aki szeretne személyes imád, nyugodtan idején előre is jöhet. Nagyon szívesen imádkozom. Kérem, akkor az is volt ilyen. Fogjátok meg egymás kezét, jó? Megfogjuk egymás kezét. És tudjátok, hogy egy olyan hullámról most elindulni, hogy az én kezemtől, és nem azért, mert én vagyok, hanem mert hiszünk abban a Jézusban, aki bennem él. A benne lévő Jézus összekapcsolódik az ő benne lévő Jézussal, az ő benne lévő Jézus összekapcsolódik a benne lévő Jézussal, és így álljunk sorba, és az Úr, higgyétek el, hogy teljesen ugyanolyan, hogy én rátok tenném a kezemet, mert nem benne van az erő, hanem Jézusban jelen. És a benne lévő Jézusban ugyanaz az erő van, mint a benne lévő Jézusban. És ahogy összekapcsoljuk most a hitünket, azt mondja Isten szava, Isten beszéde, hogy ha együtt, egy akaraton kérünk bármit az ő nevében, ő meghallgat bennünket és megcselekszi azt. Amen. Tehát én most egy akaratra kerülök veletek. Atyám a Jézus nevében, én felemelem most te hozzád az én drága miskolci testvéreimet, akik ennek a közösségnek a tagjai, és köszönöm neked, drága Jézus, hogy mindaz a munka, amit te már elvégeztél, mert te már mindent megtettél. Te már levittél a sírban mindent, és ott maradt lent a sírban az összes szegénység, az összes betegség, az összes nyomorúság és minden, ami rossz, és ezért mi most egy akaratra kerülünk az én testvéreimmel, hogy mindazok a dolgok, az nem a valóság, az nem az a valóság, ami a mennyben van, mert mi most ebben a pillanatban mennyi szférában vagyunk. És ahogy Jézus, te azért imádkozz, hogy legyen meg itt a Földön úgy, mint a mennyben van,
Az én hitemet összekapcsolom az én testvéreim hitével együtt, és kérjük téged, Uram, hogy hadd legyen meg úgy most itt ennek a közösségnek az életében, mint ahogy a mennyben van. A Jézus nevében a mennyben nincs betegség, a mennyben nincs szegénység, a mennyben nincs fájdalom, nincs semmi rossz, a mennyben csak öröm van, békesség, boldogság. Istenem, köszönöm neked, hogy a mennyben szépek leszünk, és egészségesek, és fiatalok, és ott vagyunk, Uram, mennyei helyeken veled együtt ültettünk Jézus Krisztussal, és uralkodunk mennyei helyeken. Köszönjük neked, drága Istenem, hogy együtt, egységesen állunk most itt előtted, és megköszönjük neked ezt a két évet, amit adtál ennek a közösségnek, hogy ebben a két évben mennyi mindent tettél, Uram. Életeket megváltoztattál, életek születtek, lehet, hogy életekkel is távoztak a földi valóságból, de folytatódnak ott a mennyben. És köszönöm neked, Istenem, hogy mindazok a dolgok, amiket az életekben elvégeztél, ez még csak a kezdet. Ez még semmi ahhoz képest, amit te tenni akarsz, és amit tenni fogsz. Ezért neked adunk hálát, Jézus, hogy te mindenben te vagy a lényeg, és te megteszed, ami számunkra lehetetlen, de számodra igenis lehetséges. És így állom meg egyen-egyenként az összes testvéremet, és köszönöm neked, édes Uram, hogy a menny ereje áradhat most az ő szívükbe, az életükbe, a testükbe, a lelkükbe, a szellemükbe. Kihirdetem, hogy áttörés jön az életük minden területére. Jézus nevében az áttörés szelleme és az áttörés angyala itt van ezen a helyen. És köszönöm neked, Uram, az áttörésnek erejét az ő életükben, hogy ez nem érzéseken múlik, mert te elküldted a te angyalaidat, a szolgáló szellemeidet, most ebben a pillanatban is látom, hogy körbe járnak. Wow! És szolgáló! Wow! Halleluja! Köszönjük, drága Jézus! Köszönöm, édes Uram, hogy a te angyalaid itt vannak. Köszönöm, hogy megérinted most az én testvéreimet. Köszönöm a te tüzedet, Uram, amit elküldtél most. Köszönöm, hogy jön az élő tűz a mennyből. Jön az a tűz, az a tűz, az a tűz, amit te kiárasztottál, Uram. És hadd árasszon el bennünket teljesen tetőtől talpig. És köszönöm, hogy kiégett belőlünk mindent, ami nem oda való. Köszönöm neked, Istenem, az őszinte szíveket. Hadd legyünk mindig őszinték. Hadd legyünk mindig teljesen őszinték. Ugyanúgy egymáshoz, mint magunkhoz, de leginkább hozzád, Uram. Mert te úgyis mindent látsz, úgyis mindent tudsz, és semmit nem lehet elrejteni előled. Ezért úgy döntünk, Uram, hogy mindent átadunk neked teljesen, teljes életünkkel. Legyen áldott ez a gyülekezet, kijövetelében és bemenetelében, felkeltében és lefekvésében, és minden, amire rávetik a kezeiket, az áldott, áldás szólok az ő életükre, a Jézus nevében, az egész közösséget, és a közösségnek angyalát is, Uram, köszönöm, hogy elküldted a gyülekezetnek ezt az angyalát, Uram, és szolgál feléjük. Köszönöm, hogy vezeted őket, köszönöm, Istenem, hogy egyre feljebb, és feljebb emeled őket, és nem az számít, hogy hányan vannak, hogyan vannak, mint vannak, hanem az, hogy mennyire érintenek meg téged. Jézus nevében. Amen. Szeretném most imádkozni mindenki másért is, aki nem ennek a közösségnek a tagjai, de itt vagy. Szeretnétek imádni? Kérjük, hogy